Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Jele Jászmin Grace vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Tökéletes pihenés, megújult a Szálkai strand. Hűsítő ligetek program, Tolnán ültették el az 555. fát és az 1110. cserjét. Testületi ülés Dombóváron az egészségügy, a költségvetés és a vállalkozók segítsége volt napirend. Focimezekkel verte át áldozatait, 33 esetben csalt ki pénzt vevőitől a férfi. Kellemes táj, tiszta víz, családias, barátságos hangulat, ezek jellemzik az újonnan felújított Szálkai strandot. A minden igénynek megfelelően kialakított fürdőzőhely tökéletesen alkalmas a kikapcsolódásra, de a pihenésre, feltöltődésre vagy akár sportolásra vágyók is jól érezhetik itt magukat. A Szálkai önkormányzatnak pályázat útján sikerült mindenre kiterjedő munkálatokkal még összkomfortosabbá tenni a tavat és a parti részt is. Ezáltal még élvezhetőbbé téve a már magában is nyugodt, kellemes környezetet. Pontos, hosszú évek óta terveztük ezt a fejlesztést, sikerült rá, hál' Istennek, pályázatot nyerni, és így az idei évben megvalósult ez a program, ami természetesen a strandnak a színvonalát, minőségét javítja, úgyhogy ennek nagyon örülünk. Sikerült a tófeneket lehomokozni, ami szintén azt gondolom, hogy a fürdőzők részére egy fontos dolog. Sikerült a partvédelmet megcsinálni, valamint a stékbejárókat újonnan sikerült megvalósítani. A megvalósítás során arra törekedtek, hogy a talaj, illetve a tófenék munkák, valamint a beszerzett új eszközök minél jobb minőségűek, tartósabbak legyenek, hogy a fürdőzőközönség még hosszú évekig élvezhesse a strand minden kényelmét. Mi nem törekszünk arra, hogy zsúfolt legyen, hanem az a célunk, hogy itt, aki ide jön, az jól érezze magát, és élvezze a környezet szépségét, meg az itt lévő dolgokat tudja élvezni, és tudjon jól pihenni és szórakozni. Noha a strandszezon csak június 15-én kezdődik, a Szálkai strandon már június 1-től várják a fürdőzőket. Ahogy a korábbi években, idén is tökéletes minőségű a víz, ezáltal a strand is megkapta a kiváló minősítést. Kedd délután a 65-ös főút 21-es kilométer szelvénye közelében a murgai elágazótól nem messze sérüléses baleset történt. Egy 23 éves tamási férfi közlekedett a főúton Hőgyész irányából kétfelé, amikor egy jobbra ívelő kanyarban túl gyorsan hajtott. Elveszítette uralmát a járműve felett, átsodródott a szemközti forgalmi sávba, és frontálisan nekiütközött a vele szemben szabályosan közlekedő 55 éves döbrökközi nőnek. A vétlen gépkocsi mögött egy másik autó is haladt, melynek sofőrje észlelte a vészhelyzetet, és azért, hogy ütközést elkerülje, járművét jobbra kormányozta, és az útest melletti füves árokba hajtott. A balesetben a 23 éves férfit súlyos, életveszélyes sérülésekkel mentőhelikopter vitte kórházba, míg az 55 éves sofőrt súlyos sérülésekkel szállították kórházba. A tolnai Vosinszky-Mór általános iskola volt a 100. oktatási intézmény, ahol elültették az 555. fát és az 1110. cserjét a hűsítőligetek program keretében. Az akció nem csak a klímaváltozás ellen tesz a zöld felületek növelésével, de erősíti a tájegységre leginkább jellemző fafajok elterjedését és a gyerekek környezetvédelmi nevelését is segíti. A gyerekek is besegítettek a faültetésbe a tolnai Vosinszky-Mór általános iskola udvarán. Az intézmény ugyanis sikeresen pályázott az egyik hazai pénzintézet úgynevezett hűsítőligetek programján. Az ötletgazda Genei Népál Zsuzsanna kolléganőm volt, ő pályázott ebbe a programba, és nagy örömünkre szolgált, hogy pozitív elbírálásban részesültünk és nyertünk, és a mai nap folyamán 7 fa és 14 bokor fogja továbbiakba díszíteni az udvarunkat. Az iskola pedagógiai programjában kiemelt szerepet kap az egészséges életmódra nevelés, a szabadidő hasznos eltöltése, valamint a környezetvédelem hangsúlyozása. Nagy forróságban árnyékot adnak, vagy hogy ugye oxigént adnak. Ugye az oxigénre szükségünk van, mert az egyik életfeltétel. Meg állatoknak is adnak otthont a fák.
A Tolnai iskola volt egyébként a 100. oktatási intézmény, ahol az 555. fát és az 1110. cserjét ültették el. Az országos kezdeményezésnek köszönhetően a 10 millió fa alapítvány szakértő együttműködésével már közel 50 féle őshonos fafaj nyújt majd árnyékot a gyerekeknek, akik így testközelből élvezhetik a növények jótékony hatásait. Mindenek előtt ökológiai cél, illetve a klíma céllal jöttünk létre. Tehát egyszerűen azzal, hogy olyan mennyiségben pusztítottak ki az emberiség a fákat, az erdőket, hogy muszáj visszaültetni ahhoz, hogy a légköri széndioxidot meg tudjuk kötni. De ezen túlmenően a szakértőink jeles befolyása eredményeként az ökológiai és a biodiverzitás célokat is szem előtt tartjuk. Tehát nem önmagában szemléljük a fát, hanem egy nagy ökológiai egység keretében, amiben az állatok is oda tartoznak. A program nem csak a klímaváltozás ellen tesz a zöld felületek növelésével, de erősíti a tájegységre leginkább jellemző fafajok elterjedését, és a gyerekek környezetvédelmi nevelését is segíti. A fiatalok ráadásul aktívan részt is vesznek az akcióban, hiszen szerepet vállalnak az ültetésnél és a növények gondozásában, tanítóik pedig szemléltető eszközként is bemutathatják a növényeket az egyes foglalkozásokon. A kormány a háború és a szankciók sújtotta gazdasági helyzetben is mindent megtesz azért, hogy megvédje a családokat, a nyugdíjasokat és a munkahelyeket, közölte Comba Sándor, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium foglalkoztatás politikáért felelős államtitkára. A munkahelyek megvédése és a foglalkoztatottak számának további növelése érdekében a kormány júniustól 6 milliárd forintos kerettel hazai forrásból elindítja a Vállalkozó Start 2 programot. A támogatás keretében az induló egyéni vagy mikrovállalkozásnak minősülő társas vállalkozások igényelhetnek vissza nem térítendő támogatást kezdeti költségeik fedezése és versenyképességük növelése érdekében. A program segítségével több mint 1000 vállalkozás jöhet létre. A támogatásra olyan piacképes ötlettel rendelkező magyar állampolgárok jelentkezhetnek, akik Magyarország területén új vállalkozás indításával önfoglalkoztatóvá kívánnának válni. A 80%-os nemzeti kiegészítő finanszírozásnak köszönhetően 2021-től 1300 milliárd forint értékben támogatott a kormány mezőgazdasági és élelmiszeripari beruházásokat. Ezen felül a napokban újabb 400 projekt részesül 171,5 milliárd forintban a vidékfejlesztési program keretében, jelentette be szerdai közleményében Nagy István agrárminiszter. Nagy István kifejtette, a kormány 2023 áprilisában a vidékfejlesztési program kötelezettségvállalási összegét csaknem 3443 milliárd forintra emelte, ezzel vált lehetővé az újabb pályázatok támogatása. A most meghozott döntések értelmében többek között az állattartó telepek fejlesztésének támogatása című felhívás keretében 74 milliárd, az élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése című kiírás vonatkozásában 41,6 milliárd, a mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése elnevezésű konstrukció keretében pedig 16,5 milliárd forint támogatás odaítéléséről határoztak. Ülésezett a Dombóvári képviselőtestület, a napirendek között szerepelt a városi egészségügyi alapellátás, a védőnői kérdés és az egyik legfontosabb a költségvetés. Szóba jött a területek értékesítése is, amellyel a vállalkozásokat segíteni lehet. Az egészségügyi ellátási rendszerről beszélt Szabó Lóránt, a természetesen Dombóvár Közéleti Egyesület képviselője. Elmondta, hogy az előterjesztés megállapította, a belvárosban nagyon kevés olyan ingatlan helység van, amely a mai kor követelményeinek megfelelő szolgáltatást, ellátást képes biztosítani. Ezért a természetesen Dombóvár Közéleti Egyesületnek az a javaslata, hogy a Szigeterdőbe építendő 600 fős szabadtéri színház helyett sokkal inkább egy belvárosi orvosi rendelő esztékát, vele együtt egy kis patikát kellene megépíteni, és e tekintetben az Európai Uniós források biztosítanák az építkezésnek a
finanszírozását, valamint van egy ötletünk az elhelyezkedés tekintetében is, egy olyan telek, mely két utcáról is megközelíthető és nagyon frekventált helyen van a belvárosban. A képviselőtestületi ülésen az egészségügyi alapellátáshoz tartozott egy nagyon fontos kérdés. Mivel nyugdíjba vonult az eddig hivatását kiválóan teljesítő Pusztai Erzsébet doktornő, ezért a háziorvosi praxis betöltésére kerestek orvost, ami már megoldódott, mondta Pintér Szilárd Dombóvár polgármestere. Az a rendelő a gimnáziumban szemben, ahol eddig is végezte tevékenységét, sajnos már több év volt alkalmatlan volt, hiszen az épületet fölött tervő lakásokat meg is kellett ürítenünk, hiszen azoknak a karbantartására az elmúlt 25 évben az előző önkormányzat egy forintot se költött. Nyilván ezzel párhuzamosan már előző testületülésen tárgyaltuk az orvosi ügyelet kérdését, akik pillanatban egy másik rendelődési intézetünkben működnek, hogy az ő ellátásuk átalakul, és az OMSZI fogja végezni, és felszabadul a rendelőintézetünk, ahova az új háziorvosnak tudunk rendelőt biztosítani. Ezzel párhuzamosan a védőnői kérdés is bekerült a megvitatandó témák közé, hiszen eddig 8+1 védőnő látta el feladatát Dombóváron. Ez pedig egy szokatlan helyzet volt, tette hozzá a polgármester. Az önkormányzat volt a munkáltató, a szakmai irányítását pedig a kormányhivatal végezte. Július 1-ével a munkáltató és a kormányhivatal lesz, és a szakmai irányítást ő fogják végezni. Én ezt a megközelítést, amely irányban most elmozdultunk, szerencsésnek tartom, hiszen nyilván legyünk őszinték, ma a humán erőforrás tekintetében a szakmai irányításra alkalmas személy az önkormányzatnál nem volt, és én azt gondolom, hogy egyik önkormányzatnál sincs, és nyilván ez egy kormányhivatali feladat. Mindezek által bízom benne, hogy ettől ez az ellátás nem romlani, javulni fog, hiszen ugyanaz lesz a szakmai irányító, aki egyébként a munkáltató. A testületi ülésen egy másik fontos kérdés a költségvetés megvitatása is helyet kapott. Többször felmerül olyan területek értékesítése is, ami egy-egy vállalkozás bővülésének lehetőségét segíti elő. Ez azonban feladat is, hiszen munkahelyteremtésben aktívan csak akkor tudnak részt venni, ha mindenben hatékonyan együtt gondolkodnak és mozognak a helyben működő vállalkozásokkal, hangsúlyozta Pintér Szilárd polgármester. A gyerekek a közúti közlekedés legvédtelenebb és legveszélyeztetettebb szereplői. Ezért a közlekedési nevelést minél korábban már az óvodáskorban el kell kezdeni, mondta Ág Péter, az Építési és Közlekedési Minisztérium állami beruházások társadalmi koordinációjáért felelős államtitkára. A biztonságosan az iskolában elnevezésű rendezvény sorozat részeként a KTI Magyar Közlekedés Tudományi és Logisztikai Intézet nagycsoportos óvodások számára közlekedés biztonsági programot indít, amelynek részeként 10 000 különböző eszközöket is tartalmazó ajándékcsomagot osztanak szét. A június 15-ig tartó roadshow többek között Szekszárdon is folytatódik, hangzott el a sajtótájékoztatón. Ág Péter elmondta, az utakon a gyermekek a legvédtelenebbek, hiszen nem ismerik még a szabályokat, a veszélyfelismerő képességük nem alakult ki, vagy nem megfelelő, ezért a legkisebbek védelme a legfontosabb feladatok egyike, hangsúlyozta az államtitkár. Focímezeket árult az interneten egy férfi, csak hogy sok vevőjének egyszerűen nem küldte el a rendelt termékeket. A bíróság az ügy miatt most ítélte el. Internetes apró hirdetési oldalakon árulta a focímezeket a férfi. A termékeket ő maga is a világhálón keresztül szerezte be külföldről. Egy-egy ruhadarabért nagyjából 10 000 forintot kért. A pénzt a vevők előre utalták. Az üzlet jól ment, valami miatt az eladó viszont egyszer csak hiába kapta meg a pénzt, nem küldött senkinek mezt. Összesen 33 ismert áldozata volt, akik bár fizettek, sosem kapták meg az árut. A férfi ellen nyomozás indult, abból pedig bírósági per lett, ami most ért véget. A Szekszárdi járásbíróság 33 rendbeli csalás miatt mondta ki a vádlottat bűnösnek, egy rendbeli csalás büntetés, 32 rendbeli csalás vétsége miatt, ezért halmazati büntetésül 1 év 3 hónap börtönbüntetésre ítélte, ennek végrehajtását 2 évi próbaidőre felfüggesztette. Az internetes csalónak emellett meg kellett fizetnie a kiszabott pénzbüntetést is, valamint vagyonelkobzást rendeltek el vele szemben. Az ítélet jogerős. Regionális híreink következnek. Több mint 15 milliárd forintos japán beruházás Pécsen, 170 új munkahely jön létre a vármegyeszékhelyen. Összefogás, lobbizás, gazdasági fejlődés, vállalkozások és döntéshozók a baranyai felzárkózásért. Áttörés, egy csepp vérből megállapítható az immunműködésünk.
Több mint 15 milliárd forintos beruházás keretében kezdett építkezésbe egy japán cég a pécsi déli ipari parkban. A textil termékek gyártásával foglalkozó vállalat telephelyén most avatták fel a gyárépületet. Az ünnepségen részt vett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, aki elmondta, a kormány támogatásával megvalósuló beruházásnak köszönhetően 170 új munkahely létesül Pécsett. One, two. Egy hagyományos japán szokással avatták fel ünnepélyes keretek között azt a gyárépületet, amelyet egy a világ első közé sorolt japán cég hozott létre Pécsen. Európában elsőként a Baranyai Vármegye székhelyen épült meg egy ilyen gyár, ahol különböző területeken hasznosítható textiltermékek készülnek. Az ünnepségen részt vett a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter kiemelte, hogy ezt az óriási beruházást a kormány támogatásával valósították meg, mely a pécsiek számára is új lehetőségeket biztosít. Ez az első európai gyára a Szeirennek, egy 15 milliárd forintos beruházással jött létre. A 15 milliárd forintos beruházáshoz a kormány 4,5 milliárd forintos visszanemtérítendő támogatást biztosít, és ez a beruházás első ütemben 170 új munkahelyet hoz létre a pécsiek és a Pécs környékiek számára. A miniszter hozzátette, hogy a keletről származó vállalatok globális térnyerése és a keleti gazdaság általános megerősödése figyelhető meg az elmúlt évek alatt. 2008-ban a világon végrehajtott valamennyi beruházás 81%-a kötődött nyugati vállalathoz, és 19%-a keleti vállalathoz. Ehhez képest a tavalyi esztendőben a világon végrehajtott valamennyi beruházás 55%-át már keleti tőkéből finanszírozták, és csak 45%-át nyugati tőkéből. Az is világosan látszik, hogy kulcsiparágakban a keleti vállalatok kezdték el diktálni a tempót. Közöttük van ez a japán cég is, amely egyébként az egészségipar, a környezetipar, az elektronikai területek és a divatipar szféráiban is jelentős vállalat a világon. Ezt már a térség országgyűlési képviselője mondta az ünnepségen. Hoppá Péter hangsúlyozta, a legfontosabb azonban az autóipari beszállítói tevékenysége a cégnek. Autóipari beszállítóként csodálatos kárpitokat készítenek. Olyan kárpitokat, aminek az alapanyaga az nem az állati eredetű bőr, ami iránt a piacnak egyre nagyobb ellenkezése van, hanem egy olyan szintetikus bőr, ami sokkal tartósabb, sokkal hatékonyabb és képes azokat a minőségi követelményeket produkálni, amelyeket megszoktunk a valódi bőrtől. A gyártást és az üzemet környezetbarát módon hozták létre, és a tervek szerint hazánkból kívánják az uniós piacot autóüléshúzatokkal ellátni, és évente 4 millió méter kárpit készülhet majd. Hogyan kerülhetne előrébb a megyék gazdasági rangsorában Baranya? Milyen lehetőségeik vannak a helyi cégeknek, illetve hogyan segíthetnek a felzárkózásban a helyi és országos döntéshozók? Ezekről esett szó a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában. Cégvezetők, döntéshozók a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara nagytermében. Befektetői fórumot tartottak a gazdasági önkormányzatnál kedden. Ma Baranya az utolsó helyek egyikén van gazdasági teljesítményével. Ezen kell változtatni a helyi vállalkozások összefogásával, a nagy politikai szereplőkre hatva, mondta az esemény egyik szervezője. Segítséget kell nyújtani abban, hogy valami markáns, összefogó lobbyerőt képviseljünk a nagy politika irányában. Ez a mai fórum ennek egy indítója, és hát a Prohumán azért jelenik meg, mint a kormány mai napig egyetlen stratégiai partnere HR szolgáltatás területén, aki a kapcsolati tőkéjén keresztül is igyekezzen a fejlesztésért felelős döntéshozók irányában gyakorolni valami kis nyomást. A kamara főtitkára szerint nem lehetetlen változtatni és elindítani a megyék gazdasági felzárkóztatását. Minden adottságunk megvan ahhoz, hogy akár a hazai tőke, akár a külföldi működő tőke, az Baranya megyében, a térségben, Pécs, Bój, Szentlőrinc, Siklós, Komló körül, Mohácson megtelepedjen, adjon egy új impulzust a helyi gazdaságnak, és például a beszállítói aktivitást fejlessze. Úgyhogy ezt a konferenciát azért hívtuk életre a prohumánosokkal, hogy egy kicsit föltegyük a térképre Pécset, és majd a HIPA vezérigazgatójának is el fogjuk tudni mondani késő délelőtt, hogy itt vagyunk, megvannak az adottságaink, számoljanak velünk.
A HIPA, vagyis a Nemzeti Befektetési Ügynökség vezérigazgatója később csatlakozott az Árt Fórumhoz. Az eseményen rövid, tájékoztató előadásokat hallhattak a résztvevők. A munkaerőpiaci helyzetről, a piaci viszonyokhoz alakuló egyetemi képzésről, a beszállítói és kutatásfejlesztési lehetőségekről számoltak be az előadók. Majd nem nyilvános kerekasztal beszélgetéseket tartottak a cégvezetők, politikai döntéshozók a befektetői fórumon. Egyetlen papíron beszáradt vércsebből meghatározható az immunrendszer működése mindössze 24 órán belül. A Pécsi Tudományegyetem Szent Ágotai János Kutatóközpontban kifejlesztett innovatív módszer és a Thermofisher biotechnológiai cég által biztosított berendezés segítségével a szakemberek gyorsan és megbízhatóan megállapíthatják, hogy valakinek veleszületett vagy szerzett immunhiánya van-e. A Pécsi Tudományegyetem gyógyszerésztudományi karának szakemberei a Szent Ágotai János Kutatóközpontban végzett munkájukkal áttörést értek el az immunológiai vizsgálatok területén. Egy olyan újításon dolgoztak, amely jelentős előrelépést jelent az egészségügyi diagnosztikában, különösen a korai szűrővizsgálatok területén. Az immunrendszer jellemzése most már egy csepp vérből is megállapítható, eredményt pedig 24 órán belül kapunk. Azt úgy kell elképzelni, hogy egy finom tűvel megbökjük az újbegyet, egy csepp vér, ami kijön, azt egy papírdarabra, egy szűrőpapírra rácseppentjük, azt el lehet küldeni egy szűrőközpontba, hagyományos postával, ott kivonnak bele mintát, és megmérítsenek igazából egy-két paramétert, és abból meg lehet mondani, hogy hogy van az immunrendszer két központi szövete szerve, a csontvelő, illetve a tímusz vagy csecsemőmirigy. Ezeken alapul nagyon erősen az immunrendszer működése. Ezt a módszertani újítást a PTE gyógyszerésztudományi kar munkatársai a Thermofisherrel közösen dolgozták ki. A most kifejlesztett eljárásnak köszönhetően megállapítható, hogy mennyire működik jól a vizsgált immunrendszer. Egy létező módszer, Amerika 50 államában használják, egyre több országban kötelező szűrő vizsgálat. Nálunk Magyarországon nincs sem kötelező, sem lehetőség jelleggel még nem elérhető. Néhány szomszédos országban már elérhető, mint opcionális szűrővizsgálat, és amit mi kidolgoztunk, az a módszertani újítás az adja hozzá, hogy minden eddiginél precízebb és érzékenyebb. Emiatt lehetséges az, hogy egy csepp papírra kiszáradt vérből is meg tudja biztonsággal mondani, hogy az immunrendszer van-e, és hogy muzsikál. Ez az innovatív technológia lehetővé teszi, hogy a szakemberek gyorsan és megbízható módon megállapítsák, valakinek veleszületett vagy szerzett immunhiánya van-e. Például, hogyha daganatos beteg és mindenféle kemoterápiás kezeléseket kap, az meggyengítheti az immunrendszert. Ha valaki szervátültetésen esik át, akkor meg szokták gyengíteni az immunrendszert, hogy segítsék a megtapadását, megmaradását annak a szövetnek, szervnek. Ha HIV pozitív betegről beszélünk, ott is az immunrendszert mindenféle kezelés mellett fokozatosan erodálja, megeszi a vírus. Ott is lehet követni azt, hogy a háttérben mégis hogy működik az immunrendszer. Számos felhasználás lehet ennek az újszülött diagnosztikán kívül. A szakemberek 2024-ben kialakíthatnak egy immunológiai mérésekre szakosodott laboratóriumban egy újszülött diagnosztikai központot, amely regionális szűrőközpontként láthatja el a régiót, de akár a határon átnyúló térségeket is. Szintén 2024-től a PTE klinikai központban már bárki kérheti a vizsgálat elvégzését némi térítés ellenében. Végül mutatjuk legfontosabb Tolna vármegyei híreinket még egyszer röviden. Tökéletes pihenés, megújult a szálkai strand. Hűsítő ligetek program, Tolnán ültették el az 555. fát és az 1110. cserjét. Testületi ülés Dombóváron az egészségügy, a költségvetés és a vállalkozók segítsége volt napirend. Focimezekkel verte át áldozatait, 33 esetben csalt ki pénzt vevőitől a férfi. Csütörtökön a napsütés lesz túlsúlyban, a hőmérséklet is magasabbra emelkedik, délen megközelítheti a plusz 30 fokot. A délelőtti szinte zavartalannak ígérkező napsütést követően délután megjelennek a gomoly felhők. Általában gyenge, változó irányú légmozgás ígérkezik. Éjszaka az ország nagyobb részén lenyugszik a légkör, kitisztul az égbolt. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk.
Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!